anyával, és elsírtam magam. Nagyon rossz volt így látni, hogy a semmiért. Mondta egyik volt diákja Jancsura Dezsőnek pénteken, miután az egyik online újság cikkéből, videójából megtudta, hogy elítélték a pedagógust. Ő az a magyar történelem szakos tanár, aki a pécsi ANK-ban tanít. Pontosan egy éve az iskola területén dohányzó 16-18 éveseket szólította fel arra, hogy hagyják el a területet, ne cigizzenek a gyerekek között. A fiúk azonban körbevették, szidalmazták. Ekkor az egyik karbantartó takarító az iskolából összeverekedett a bandából az egyik hangadóval. Jancsura Dezső egy másik rendbontót tartott vissza, a táskája pántját fogva, és az igazgatóhoz akarta vinni. Később kiderült a bíróságon, hogy ez hiba volt. A verekedés garázdaság vétsége lett, amire megint büntették a takarítót, a fiút felmentették, aki először ütött. Az sem probléma, hogy dohányoznak az iskola területén, amit ön se tehet, meg én se tehettek, büntethetők vagyunk. És ez a cselekedet az én visszatartó magatartásom, azt a minősítést kapta, hogy személyszabadságon korlátozás. És ez viszont nem garázdaság, hanem bűncselekmény. Mivel bűncselekmény, ez azt jelenti, hogy az iskolának mérlegelés nélkül fel kell függesztenie a pedagógust a munkavégzés alól. Magyarul nem taníthatna tovább. Jancsura Dezső fellebbez az elsőfokú döntés ellen. Ebben segítséget kért Kővár János képviselőtől, akit már két évtizede ismer. Az igazságügyminiszterhez is fordulok egyébként levélben, hogy ennek a jogszabályi hátterét is érdemes felülvizsgálni, ugyanis nem az első eset, amikor ugye tanárt, még az osztályteremben is van, ahol bántalmaznak, és tanárnak nincs eszköz jóformán a kezébe. Vagy hogyha megteszi, hogy visszafog valakit, hogy nem tudom én, ne verekedjen, ne bántsa a gyerekeket, akkor még őt ítélik el, ez egészen elképesztő, ez nem fordulhat elő. Tehát nyilván itt jogszabályoknak is majd utána kell nézni, de most mindenek előtt szeretnénk, hogyha a tanár úr megfelelő védelmet kapna. Én úgy látom, hogy a kertvárosiak mind mellette vannak, és ez nagyon jó ezt látni. Első fokon 170 ezer forintos büntetésre ítélte a bíróság a tanárt a személyi szabadság korlátozása miatt. Ha befizeti a pénzt, akkor elismeri, hogy bűncselekményt követett el, és elveszti a munkáját. Fellebbezett, és a másodfokú bírósági tárgyalásra vár új védőjével együtt. Ez az a terület, ahol az incidens történt. Nincs kerítés, de ez az iskola udvarának számít. Nyitottra építették az akkori tervek szerint. Ezért tudnak ide bejárni a dohányosok, bajkeverők. Érdekesség, hogy először tanúként hallgatták ki a tanárt, majd az ügyész javaslatára lett vádlott, majd elítélt az ügyben, amiért visszatartotta a dohányzó, majd fenyegetőző 10 évest tavaly szeptemberben a pécsi ANK udvarán.